Ahogyan a Káposztási Családok Egyesületének két alapítójával, Smohain és Simon Gyöngyvérrel és Smohai Ferenccel az imént beszélgettünk az aktív közösségről, a közösség cselekvésében rejlő erőről. Ugyanúgy beszélgetünk erről tovább Teveli Petrával, a Közös Sport Egyesület alapítójával, olimpikon maratonfutóval. Kezit csoklom, köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást. Mert a közösség az nem csak attól erős, hogyha összejövünk és beszélgetünk, hanem akkor attól is, hogyha közösen tudunk tenni valamilyen cél érdekében. Ez lehet az, hogy a közösség tagjai szereznek valamilyen fajta olyan élményt, amelyből tovább tudnak lépni, vagy az is, amikor valami kifelé próbálnak meg segítséget nyújtani. És önöknek egyébként hagyományos, 5 talán 6 éves hagyományra tekint vissza a jótékonysági Mikulás futás, ami ugye Mikulás környékén, az advent időszakban volt aktuális. Na most ez, mint tömegrendezvény, mint tömegfutó verseny, vagy sportrendezvény, ez elmaradt. Viszont volt helyette más, amit kitaláltak. Igen, kezdem az elejéről. A sport számunkra egy eszköz, hogy a társadalomban tegyünk, és az embereket szólítsuk meg, és mivel életünk része, így a tagok, illetve az alapítók életének része a sport, szenvedélyünk, ezért azt gondoltuk, hogy ezáltal tudjuk megszólítani az embereket leginkább, és közösséget teremteni ezáltal, a közös sportolás által. Az említett jótékonysági esemény tényleg 6. éve kerül megrendezésre. Idén egy teljesen új tapasztalatra tettünk szert, rendhagyó év volt, ugye sok szempontból a járvány felülírt sok mindent. Mikulás futás idén 10. alkalommal lett volna megrendezve, de ezt már láttuk ugye a járványügyi intézkedésekből kifolyólag, hogy nem tudjuk megvalósítani azt a klasszikus futóverseny programunkat. Így december 5-ére egy olyan eseményt álmodtunk meg, amit ezen szabályoknak megfeleltetve kicsit kötetlenebbül egy sportnap formájában valósult volna meg a Farkaserdőben. Egy úgymond tájékozódási játék, kalandozás, illetve ezt futva, gyalog, kutyával, családdal egyénileg egyaránt lehetett volna teljesíteni. Aztán jöttek a szigorítások, és egy pillanatra megtorpantunk, és mindent úgy éreztük, hogy el kellett engednünk. Próbáljuk meg érzékeltetni a szituációt, tehát nyakik benne vannak a szervezésben. Pontosan. Néhány hét múlva aktuális volna, igen, kiment egy csomó, igen, hírlevél, regisztráltak már. Sokan elképzelték, hogy hogy fog folyni az a nap. Tehát tulajdonképpen néhány napjuk, vagy egy-két hetük maradt arra, hogy a teljesen feje tetejére állt rendszert megpróbálják a talpára visszaállítani, úgyhogy kitalálnak, igen, valami olyasmit, ami a korlátozások ellenére is működőképes lehet. Igen, pontosan így volt. Igazából nagyon sok munkát tettünk ebbe bele, és itt azért külön megemlíteném azt a házaspártársunkat, akik tényleg különösen sok energiát fektettek bele ebbe a munkába, Frazsdják Attila és Gellén Violetta, akikkel már évek óta együtt dolgozunk. Tehát ővelük együtt próbáltuk megérteni ezt a szituációt, és mivel sok előszervezés, kommunikációs feladat, háttérmunka, nevezési felület létrehozása már megtörtént, úgy éreztük, hogy veszendőbe menne ez a sok munka, és nyúltunk aztán az informatika, illetve a virtuális világ adottságaihoz és lehetőségeihez, és így tettük ezt félig meddig virtuális eseményé. Azért is mondom, hogy félig meddig, mert alapvetően némiképp a családokat, a barátokat, ha mennyire lehetett, összehozta az a jótékonysági kalandozás esemény, ami végül megszületett. Pont ez a lényeg, tehát az, hogy most akkor jó, na boom, akkor ez egy ilyen félre sikerült év, majd akkor máskor fogunk együtt mozogni, de igen, így is mindenki el tud mozogni, de az egésznek a kovásza, az a fő motiváció, ami miatt ezt semmiképpen nem lehetett elengedni, az volt, hogy itt van Nóra Eliza, egy kislány, aki izomsorvadással él, és az önök célja az volt, hogy az ő számára valamilyen fajta segítséget tudjanak nyújtani. Ezért volt elengedhetetlen, hogy megtörténjen. Pontosan, köszönöm a kiegészítést, mert alapvetően Nóra Eliza családjával szintén már kezdettől megvolt a kapcsolat, gondolkodtunk együtt, alakítottuk a plakátot a kommunikációs felületen, hogy mit, hogyan közöljünk, és hát először azt kellett velük közölnünk, hogy ebből lehet, hogy nem lesz semmi idén. Aztán álmodtunk egy nagyot, összedugtuk a fejünket, és végül egy karácsonyi ajándékként szolgálhatott számukra az, hogy tényleg mégis összefogunk és megcsináljuk ezt az eseményt, aminek a neve végül is a jótékonysági kalandozás lett, melynek a helyszíne a Farkaserdő volt, honlapunkon lehetett jelentkezni, és ez generált egy választ a jelentkező számára, és onnantól kezdve virtuálisan navigáltuk őket pontról pontra a Farkaserdőbe, mert ez egy
tájékozódási kalandozás volt, játék, nevezhetjük futásnak, sétának, mert egy kis QR-kódok voltak kihelyezve a különböző pontokra az erdőben, és ezt... Térkép oda kellett találni. Térkép, pontosan, egy kerettörténete is volt, a KSE, azaz a Közös Sportegyesület Manói által egy kicsit sport- és természetbarát történetben ötvözve mindezt a gondolatot és ezt a történetet, illetve hát alapvetően tényleg ezt önállóan bárki a téli szünet alatt, két hét alatt bármikor, bármilyen formában teljesíthette. Ez és december ezáltal 21-től január 3-áig volt erre lehetőség. Volt erre lehetőség. Aki úgy gondolta, ráért, ment a családdal, baráttal, kutyával, akivel akart, igen, és akkor megcsinálta. De nem az volt, hogy igen, reggel 8-kor indul és délután 2-re vége kell, hogy legyen egy adott napon, hanem igen, behozhatnák a téli szünetet az érdeklődők maguknak. Pontosan, ez egy felismerés volt számunkra, hogy igazából nem csak egy ilyen szokványos, egy-két napos rendezvényben lehet gondolkodni, és ahogy az eredmény is mutatja, nagy sikere volt, és tényleg az 300-an, egész... 300-an, ugye? Hát majdnem 300-an indultak, 433 ezer forint jött össze, azt gondolom, ez ebben az időszakban, meg amúgy is, egy nagy, nagy dolog és eredmény, és ez tényleg a résztvevőknek köszönhető nagy részt, akik láttak ebben valamit, és hát hozzátették azt a plusz dolgot, hogy valakiért felajánlhatják mindazt a plusz lépést, hogy elmentek a hidegbe, meg egyáltalán nem csak magukért, hanem valakiért is tehették mindezt a kalandozást. Ha úgy tetszik, nevezési díjat kellett fizetniük, és akkor ez volt az, hát az összeg, ami arra a regisztrációs díjnak hívtuk, igen, de nyilván ezáltal gyűlt az adomány, mert egészében minden bejött regisztrációs díjat átadtunk és felajánlott Nóra Eliza családjának. Ezt leszámítva, milyenek a tapasztalataik az elmúlt esztendőről? Sajnos lehet, hogy a következő, vagy a jelenlegében is lesz sok olyasmi, amit hasznosítani tudnak a tavaly megismertek. Igen, igen, igen. Hát nagyon befolyásolta a működésünket. Nekünk ugye egy futókörünk, amatőr futókörünk is van, illetve nyári táboraink, túráink, amit hát a táborokat szerencsére sikerült zökkenőmentesen megrendezni, illetve megszervezni, bár ott is volt sok bizonytalanság még egészen májusig. Én azt gondolom, hogy hát meg kell találni azokat a kiskapukat, illetve azokat a lehetőséget, amit ilyen szűkös körülmények között meg tudunk ragadni, és ezáltal is valahogy, én azt gondolom, ez az esemény volt arra példa, hogy lehet tovább működni, csak új ruhába kell ölteni a dolgokat. Nem tudom, mit hoz a jövő, nehéz ezt megmondani, mert nyilván az amatőr futókörünk egy létesítményhez kötött, konkrétan az UT-atlétika pályán dolgoztunk, ott felújítások is történtek. Most ugye az amatőr sportot, a csoportosulásokat is akadályoztatja ez a helyzet, a járványhelyzet, úgyhogy kivárunk, és türelmesen szervezünk azért, és álmodunk erre az évre. És még az elképzelések, hogyha minden egy kicsit kevésbé alakul rosszul, mint 2020-ban, akkor mi mindenre lesz lehetőségük? Hát remélem, hogy a túrákat meg tudjuk szervezni és lebonyolítani. Itt szakavatott vezetőnk, Frazsiák Attila kezeiben fut ez, és nagyon, tehát országon belül és kívül is szoktak túrák lenni. Ezen kívül a táborok, a nyári táborok is nagy sikerrel zajlottak az elmúlt két évben, ezek kifejezetten gyerektáborok voltak, volt napközis is, illetve vándortábor, országos szinten újraindított vándortábor mozgalomhoz tudtunk csatlakozni, és kerékpáros, vízi, illetve gyalogtáborokat szervezni. Picikét visszatérve Nóra Elizához, ő most, illetve a családja 433 ezer forintot kapott az önök tevékenysége nyomán, ennyi pénz gyűlt össze. Akkor, amikor kedvezményezettet keresnek, vagy kiválasztanak, akkor mely szempontok érvényesülnek? Mivel mi egy sportegyesület vagyunk, alapvetően nincs akkora nagy rálátásunk társadalom különböző szegmenseire. Azt tudjuk, hogy vannak rászorulók, ez szerintem ezzel mindenki tisztában van, hogy nagyon széles a skála, abban, hogy hát, hogy ki hogy tud megélni, és vannak igenis olyan intézmények, olyan szervezetek, akik ezt gondozzák, ezt a témát, és a Caritas, Újpesti Caritas vezetőjéhez fordultunk több ízben,
illetve az újpesti védőnök szervezetéhez. Itt az Erdősorúti Védőnői Szolgálat vezetett el hozzájuk, mert ők tényleg testközelből látják a családok helyzetét, és így nyilván először ők veszik fel a családdal a kapcsolatot, akikre gondolnak első ízben, hogy talán jól jöhet egy ilyen támogatás, és hogyha ők hozzájárulnak, akkor látogatjuk meg őket, illetve veszük fel velük a kapcsolatot, és folytatjuk az együtt gondolkodást. Teveli Petrának, a Közös Sportegyesület alapítójának köszönöm szépen, hogy itt volt.